Véget fog érni a Hős Akadémia mangája. Halin Tenneti Goldi. Horikoshi a Hős Akadémia szülőatya bejelentette, hogy az utolsó történetív elkezdődött, és nagyjából egy-két kötet van már hátra. Ez azt jelenti, hogy a My Hero Akadémia mangája véget fog érni, lezárul a végső ark egy végső harccal. Az én tippem az lenne, hogy ez azt is jelenti, hogy az animében is megkapjuk a 6. évadot, és az utolsó évad lesz a 7. évad, avagy 2023-ra biztosan véget fog érni a Hős Akadémia animében is. Ez még ugye odébb van, de ha úgy veszük, eléggé hamar, mert nézzetek már rá a naptára, már 2021 év végét írjuk lassan, és ez durva. Persze ezek után is kaphatunk filmeket, de nem a 7. évad után fognak játszódni, valószínűleg. De lehetnek előzményfilmek is, én szívesen megnézek is, nekem ez lenne a teóriám, hogy lehetne spin-off sorozatok is, például egy teljes Nanashimura mozifilmet is kaphatnánk. Szóval ez már valamennyire biztos, hogy véget fog élni, ha nem gondolja meg magát Horikoshi, bár én megértem, mert egyszer le kell zárni egy nagyon jó történetet, és ha csak húzza és nyúzza ezt az egészet, akkor csak a végén kapunk egy olyat, mint a... Majdnem mondtam milyen anime, de nem sértek meg senkit. Szóval egyszer le kell zárni, és nem szabad erőltetni, amúgy is hova tudnánk már ezt fokozni, igazából csak oda, hogy felnőnek Dekujék. De Horikoshi nem erősítette meg azt, hogy a Hős Akadémia manga lezárásával, és legyen a anime lezárásával is, nem kapunk egy új sorozatot tőle, ami ugyanúgy a Hős Akadémia történetét folytassa, csak egy nagy időugrással, hogy már Dekuék felnőttek, és mit tudom én, a következő generációt fogjuk látni. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna ez a videó, írjátok le kommentbe a véleményeteket, hogy szerintetek nyúzzák még a történetet, vagy fejezzék be egy nagyon jó harccal, egy nagyon jó lezárással, például abban, hogy Shigaraki egy kicsit alszik, mert nem ártana azoknak a szempároknak, bár így is nagyon szexi. Szóval írjátok le kommentbe a véleményeteket, találkozunk a következő videóban, és ne felejtsetek el feliratkozni, mert mindenhol Hős Akadémia van, itt ezen a csatornán meg főleg.